Üdvözlök, ismét te, mindenkit? Te. Hátó vagyok. Ott az előző videóban, nyúlsak. De erről szó. Mostan csak egy téma lesz. Téma lesz. Ez a szokás szerint a vacak. Virtuális. Világban való. Kezgetések, vagy inkább elvégeztetések. Nagyon sokan gondolom azt, hogy úgy zajlik le a napi életvitel, hogy elmentek, dolgozzátok a jobbik esetben a 8 óra hosszát, a rosszabbik esetben a 12 óra hosszát. Aztán meg megvannak a szükségletek, megvattok, becsvájátok a tévét. Néztek filmeket, sorozatokat. És az agy egy téves észmegképet kap, és esetben, hogy úgy kell elképzelni ezt a filmbizniszt, a legnagyobb színészetnek a legtöbb problémájuk a testi építéssel van. Az izmosításokkal, nem pedig a szöveggel, meg a inkább az mind-mind másolat. Látok a filmben, szemben van a kamera, és úgy képzeljétek el, vannak ilyen operatőrök, akik azt mutassák a színészetnek, hogy kell állni a fejüknek, az arcuknak, a szemüknek, hogy mozogjanak, hogy minimikáljozzanak, és akkor abban az adott pillanatban le tudják másolni azt. Vannak ilyen téves eszmeképek, és olyan sokan ezt tudjátok követni. Vannak ilyenek. Lesznek is. És azok is maradtak. De mostan mi a fény? Mondom ezt, tehát azért mondom, hogy lehet a saját önmagadat is, saját mimikát kitalálni, mozgást, nem pedig van a színészektől való másolat. Vannak ilyenek. És az a legrémesebb, hogy nagyon sokan voltak ilyen mondom, hogy pár évvel ezelőtt a közösségben jártam, akik már nem mindig filmeket, sorozatokat néztek, ilyen Family Guy-okat, meg ilyen vackokat, animációkat. Abba tudják nézni az idejüket, abba tudták eltölteni. Megnézték azt a vackot. És így van. És ezt tudják. Ez lenne a mai világban a normál szint. Elmennek, de dolgozzák a inkább a valóságban 11 óra hosszát, és aztán hazaérnek. Ezt ne. El nem bevásárolni, ha elmennek. Ha nem, akkor nézik rögtön a telefont, a Facebookot, a üdös szociális oldalakat, az egyik legundorítóbb oldal közé tartozik, a minden más fórum jobb, mint a Facebook vagy a szociál média, mert otthon nem az van, amit te írsz, hanem amit ők akarnak, azt írod oda. Az a kettő fórum között a különbség, a sima fórum meg a szociális média között, azt engednek tovább, amit ők megengednek. Más nem engednek tovább. Volt ez a gyönyörű Twitter accountom, hát eléggé jó ment, egy év alatt az adok a számokat, ilyen iszlám követőim voltak, valami hogy séjákon volt, olyan 8900 követő volt, vajon tetszett, még az elején olyan csatornának más volt a tartalmai, és voltak követőim. És mi történt?
három évre, vagy két év, ja, három éve nincsen, beszüntették az egészet. Akit lássák, hogy megy fölfelé halad, ha nem úgy megy, olyan ők gondolják, azt kitörlik, kidobják, felfüggesztették. Azóta nincsen a YouTube-os csatornának Twitter-e, rohadt gecik voltak, hogy tehettek ilyesmit, amikor volt 8900 követő, ott voltam 9000-nél, és voltak, akartak valamit. Érezték a csatornának a hívó hangját. Ugyanez történt a Facebookkal is. Ott is volt egy időben, hogy videók kerültek föl, hát erre mit tettek? Arra se van tiltva, nem lehet se fényképet tenni rá, se. Hogy is jákokat, videókat. Megtesznek asztalt, ilyen szociális oldalak. Látni akarják, hogy halad, azt egy-kettőre nyomják. Nyilvánvalóan ezért kell ilyen PHB, nem szociális fórumokon fórumolgatni. De azt meghatták a rohadt Facebook, hogy te nézd egy másikat. Na? Arra, hogy te saját beoldalakat, videókat, bejárásokat osztjál tovább, azt nem annyira. De hogy másikat bámunkassára meg? Normálisak ezek egyáltalán. És itt van a szociális média hatalmi. Próbál engem befolyásolni. Vannak ilyen oldalak, és az a legnagyobb röhely, hogy vannak olyan személyek, akik állandóan rajta tudnak lenni. Nyomni tudják. Most vagy itt, hogy tudják azt elvírni, elviselni, annak örülnek neki annak, hogy a Facebook, vagy a Twitter, vagy más szociális oldal folyton kap tőlük utasításokat. Azt abba tudják évezgetni, hogy utasítást kapnak. És abba tudnak lenni jó sokan, de nem csak abba, másba is. Előre megmondják, mit is csinálják, jó, de jó. És itt van a rohadt hülye iskola, iskolai oktatásban, volt ez a szó. Csinálni, beállítani, használni. Ezek a szavak voltak. És van ezeket a szavaknak, a csekedetnek, a szociális oldalak, ki tudják elégíteni a gyengébb, meg inkább szinte a minden réteget, a valóságban elvégeztetésük. Már két napja, vagy hát, ja, két napja. Már azon a Facebookon sem nem voltam, vagy a YouTube-on sem kell más videókat nézni. Éppen az alap, volt lett csak kicsit elfelejtve, az alap az a valóságban, hogy én bekcsolom a szájtógépet, megnyomom a streamet, és akkor megy fel az internetre minden. Ez volt a valóságban, és vagyan ez a kis szociális oldalak, YouTube is ahhoz tartozik, az újabb algoritmussal ki van számolva, akármit ész be, mindig olyan videók jelennek meg, akit már 5 millióan néztek. És azt akarják elhitetni, hogy neked azt is kell nézned. Meg kell nézned, amit 5 millióan megnéztek. Itt nagyon gyenge adja, el lehet nagyon tévedni rajtuk. Jó, beletörőd szalámítva. Jó, olyan leszünk. Lesznek ilyen videókfát töltve oda még, vagy más fórumokon is lesz rajta. Lassan már nem a Google keresővel kell keresni, hanem ilyen más. Keresők is vannak, rosszok nincs annyira még. Kilektoráltatva. Volt máskor, tehát ilyen rippet, ha jól emlékeztem még. Koporsoltam, ami rá volt éven 1700 éves szám.
Most beírom a Google keresőbe, próbáltam, és nem találom meg. Na mindegy, van róla a videó. Valahogy átnézem. Egyszerűen a YouTube minden megtesz, hogy minél kevesebb legyen, értelmesebb találatot dobjanak be. Hogy te azt hiteti el veled, vagy inkább munkásokkal, te vagy most voltál, mert voltál, menj és dolgozzál, aztán meg kibírunk mint tüket elégíteni. Ez a nagyon sok szociális oldalnak a logikája. Oké, nem úgy viselkedik, kellene, mint a mi hülyét. Itt azt hiszik valamit, vagy ők. És azt hiszik ezzel, hogy én úgy fogok viselkedni. Nagyon. Jönnek. Tévedtek is benne. Most komolyan én most azt hiszem, hogy ők nekük. Hát itt is már kezd kicsit az agymá hibásodni. Én nekem senki sem nem fogja azt megmondani, milyen tartalmak lesznek fel. Nem tetszik, látom jó sokat korhatáros, lett, nem is értem életen korhatárosak. Fogalma nincsen. Én szerintem az a normális, ha én tudom volna, akkor félmesztelenül járkálna mindenki itt a városban. De nem, mert a szociális média ráerőszakolja, nem szabad magadat abszolút mutogatni. Őt azt kérdezni, őt sem nem szabad. Egy réteghöz, a legalacsonyabb szintű réteghöz le kell süllye. Itt már külön jogokat kaptak. Mindjárt jön ez a sok gondolatmenet volt. Remélhetőleg értették, mi volt az alapja ennek a videónak, ilyen szociális oldalak hatásai. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!